Egy iráni atomlétesítmény elleni csapás lehetőségét fontolgatta Donald Trump amerikai elnök, de később a felvázolt következmények miatt elállt a tervtől. Trump továbbra is vitatja a választások eredményét, miközben a győztesnek kikiáltott Joe Biden már az elnökségre készülve 3 millió jól fizető munkahely létrehozását ígérte. A legfontosabb iráni nukleáris létesítmény a Natanzi atomközpont elleni csapás lehetséges változatainak felvázolását kérte múlt héten Donald Trump amerikai elnök. Végül is elállt ettől a súlyos lépéstől, miután egyeztetett a vezető nemzetbiztonsági tanácsadóival. Ezt közölte egy amerikai tisztségviselő. Ezzel ő maradt az első amerikai elnök, aki nem kezdett új háborús konfliktust az elmúlt 70 évben. Eközben a Trump kampány továbbra is jogi úton perel olyan államokban, ahol szerinte bizonyítékaik vannak arról, hogy választási csalások történtek, amik Joe Biden javára döntötték a mérleget csatatér államokban. A szervezők szerint az elnök 1 millió támogatója vonult az utcákra Washingtonban a hétvégén, akik tábláikon többek között azt követelték, hogy ne lopják el a választásokat. Ennek ellenére az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója elmondta, hogy biztosítani fogják a békés hatalom átadást, amennyiben bebizonyosodik, hogy Biden nyerte a választásokat. Még az ország történelmének legvitatottabb választásaikor is békés és sikeres volt a hatalomátadás, de emlékezzünk vissza arra, hogy Bush és Gore esetében ez a folyamat december közepéig el sem kezdődött, mondta Roberto Bryan. Eközben az előrevetítések szerint a választásokon győztes demokrata párti Joe Biden már az elnökségre készül. Wilmingtoni sajtókonferenciáján beszélt a gazdasági elképzeléseiről, amelyen 3 millió jól fizető munkahely létrehozását ígérte. A politikus leszögezte, az amerikai gazdaságnak azonnali segítségre van szüksége, valamint ismételten hangsúlyozta a zöld energia fontosságát. Újjáépítünk magasabb jövedelmekkel, beleértve a 15 dolláros minimum órabért országszerte, olyan juttatásokkal, ami mellett egy családot is el lehet tartani, mondta Joe Biden, aki tisztességesebb adóstruktúrát ígért, amivel szakértők szerint várhatóan visszavonja a Trump adminisztráció által bevezetett adócsökkentéseket. Biden szintén bejelentette, hogy újra megemeli a vállalkozások és a gazdagok adóit.